Üdvözlök mindenkit, Liza vagyok. Ez itt a Végig Sima. Ez alkalommal lusta kötés és hosszú keresztezett szemek kombinációjával kötünk igazán mutatós mintát. Az ismétlődő mintaegység 6 szem, ehhez 3-at adunk a szimmetria miatt, illetve a szélszemeket. Magasságban mindössze 2 sort kötünk. Ezen a darabon 4 mintaegységet kötöttem, 4x6 plusz 3 plusz 2, 29 szemen. Együtt 2 mintaegységet kötünk majd, 2x6 plusz 3 plusz 2, 17 szemmel indulva. 17 szem van a tűn, kötöttem egy nulladik fordított sort, ahogy a nagy mintánál is tettem. Indulunk az első sorral, az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. A minta a páros sorok oldalán alakul majd. Első sor tehát, szélszem, 3 sima, 2. szemet fordítottan kötjük, 1 plusz ráhajtással. 1 ráhajtás körül tekerés maga a fordított szem lenne, még egyet teszek a tőre, így kötöm a fordított szemet, így a szem mellé kapok egy ráhajtást is. Ezt 2 fordított szem követi. Ez egy 6 szemből álló mintaegység, ezt ismételjük. 3 sima. Fordított plusz ráhajtással, 2 fordított. Itt fejeződött be a második mintaegység, az ismétlődő mintaegységek után a szimmetria 3 szeme, 3 sima, szélszem. Második sor a kötés színén, szélszem, az ismétlődő mintaegységek előtt 3 sima szemet kötünk. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel. A következő 3 szemet kötés nélkül áttesszük a jobb tűre, úgy szúrok a szembe, mintha fordítottan kötném, és átteszem. 1-2, a harmadik szem az, amit plusz ráhajtással kötöttünk az előző sorban, így egy hosszú szemünk alakul ki. Ezt a hosszú szemet elhúzzuk jobbra a 2 másik szem előtt, úgy, hogy beleszúrunk az első 2 szembe a bal tűvel, a jobb tűt kihúzzuk a hosszú szemből, újra felveszük, és ezt tesszük első helyre. Ebben a megváltozott sorrendben simán kötjük mind 3 szemet. Majd 3 sima következik. Ezt ismételjük. A következő 3 szemet kötés nélkül áttesszük a jobb tőre, a hosszú szemet kialakítjuk a ráhajtás leengedésével, jobbra keresztezzük, ehhez az első 2 szembe hátul beleszúrok, hosszú szemből kihúzom a tőt, előre teszem, és mindhármat simán kötöm. 3 sima. Szélszem. Ezzel a 2 sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Nézzünk gyorsan még egy mintaegységet magasságban, újra első sor tehát a minta visszáján. Szélszem, 3 sima, egy fordított plusz ráhajtással, 2 fordított. Újra, 3 sima, egy fordított plusz ráhajtással, 2 fordított. Az ismétlődő mintaegységek után 3 sima, szélszem.
Második sor a kötés színén, szélszem, az ismétlődő mintaegységek előtt, három sima. Indulunk az ismétlődő mintaegységgel, három szemet kötés nélkül eltemelünk, hosszú szemet kialakítjuk, hátul az első két szembe szórunk, kihúzom a hosszú szemből, előre teszem, mindhármat simán kötöm. Három sima. Újra három szemet átteszek kötés nélkül, első kettőbe szúrok hátul, hosszú szemet előre teszem, és a három szemet simán kötöm. Három sima. Szélszem. Ezzel a négy sorral most már két mintaegységet kötöttünk magasságban, a továbbiakban a két soros mintaegységet ismételjük. Ha tetszett ez a videó, kérlek, lájkoljátok, hiszen ebből tudom, hogy milyen jellegű videókat néztek szívesen. Köszönöm szépen, ha megosztjátok ezeket ismerőseitekkel, esetleg más közösségi felületeken, kötéssel foglalkozó csoportokban. Ha a feliratkozás melletti kis harangra kattintotok, értesítést kaptok a legújabban megjelenő videókról. Remélem, hamarosan találkozunk, addig is jó kötést kívánok mindenkinek!